Egész sziasztok, srácként tanuljuk, és íme itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint a falusok meg fogjuk újra építeni a házukat, ugyanis volt egy eléggé csúnya vihar az éjszaka, és a vihar szétszette konkrétan az egész falut. Szóval most ezt kéne segíteni újjá építeni, és hát amivel én is most pillanatilag itt lakok kisebben a faluban, ezért ja, muszáj lenne normálisan megcsinálni. Szóval vannak építőanyagaim, nyugi. Szóval ezzel nem kell túlságosan sokat szenvednem szerencsére. Szóval én szerintem álljunk is neki, gyerek is, és menjünk szépen építgetni. Szóval, húristen, nagyon-nagyon szét lett szedve az összes ház. Ez eléggé nehéz lesz, de hát mindegy, szeretjük a kihívásokat. Legalábbis hát, ja, kicsit-kicsikét menj arrébb. Na, szóval, ezek így nagyjából így voltak. Oké. Nem fogok most ugye nagyon pontosságra rámenni, megpróbálom a falut szépen újra megcsinálni nekik, hogy lakható legyen meg ilyenek. Aztán így nagyjából így ennyi, csak gyors még csinálok ajtókat, mert azok is... Ja nem, itt nem is ajtó volt, na mindegy. Oké, és akkor ide így ezt, ide így ezt, és még ide a fablokkokat, és ide így ezeket. Na jó, oké, királyság. Ja, szerintem ez így tökéletes. Na jó. Na akkor jön a szépen a következő. Így szépen ezeket is ugyanúgy fel kell építenünk. Nagyon jó, oké. Srácok, egészen jól haladok. Én azt mondom, hogy sokkal rosszabbul fogok tenni, mert tudjátok, hogy nem nagyon tudok építeni. Eléggé béna építész vagyok, szóval... Szóval, ja, nem az építésről vagyok híres, az biztos. Szóval, na mindegy. De nem baj, megpróbálom a maximumot kihozni magamból. Lehet, hogy nem nagyon fog sikerülni, de hát ez van. Na jó, oké, és akkor menjünk szépen ezt építeni. Így, né. Így is van, tökéletes. Nos, a padló az fából van. Oké, ezek így ebből vannak. Oké. Szerintem ez így nagyjából így oké, és nem? Még ott kint a tető, itt így, né. Na jó. Na, szóval, és ezeket itt még nekem végig kell így ezzel rakni. Hát most ott a tető, jó, oké, jó, mindegy, nagyjából elfogadható. Fabolatám nagyon nincsen, hogy újra tudjam folyamatosan csinálni. Szóval, ja, ez egy kicsit így negatívum, de hát nem probléma. Na, szóval, így is van, tökéletes, tökéletes, úgy, ahogy van, nagyon jó. Szóval, ide még így ezeket, így is van. Nagyon jó, jó, ezeket most így én megcsinálom, most nem fogok én szenvedni. És srácok, na, nézzük meg az össz... Na várjátok. Nem ezt csináltam most meg? Nem ezt építettem? Mi a... Srácok, ezeket most újítottam fel! Most mi történt velük? De már! Ezek, ugye ezeket csináltam most meg. Nem? Én ezeket csináltam meg, srácok. Na várjatok, ez így most így mi? Én fúra emlékszem, hogy én szerintem én ezeket csináltam meg. Én szerintem. Jaj, de jó, ezt félre raktam. Na mindegy, ne. Na várjatok, most kíváncsiak. Ezt most megcsináltam, ezt bejelölöm mondjuk így egy ezzel ezt így ide rakom. Ezt én most megcsináltam. Arrébb megyek, mondjuk megcsinálom addig ezt a, ezt a templomot mondjuk nem, mert ez nagyon sok idő lenne. Mondjuk megcsinálom ezt a házat. És vajon amire visszaérek, még ugyanúgy szét lesz szedve. Mi? Komolyan, mi történt? Tehát, hogy ezt így kicsinálja, vagy mi történt? Nem tudom. De mindegy, mindjárt megnézzük, hogy vajon megint szét lesz szedve, vagy csak én kezdek bekattanni. Mindegy. Mindjárt ki fog derülni. Jó, az ajtóval most nem fogok én sokat szenvedni. Egy kicsikét így ezt elméleteztem, na mindegy. Na nézzük! Na nézzük, hogy vajon... És szét lett megint szedve. Na jó! Na jó! Nem! Ezt valaki csinálja, srácok! Ezt valaki csinálja! Ezt ki csinálta? Melyik öltök volt? Te voltál? De... Ki is? Te meg... Nem tudom... Nem tudom, itt kellett volna hagyni ki is tőrizni, vagy valami. Ezt ki csinálta, srácok? Aj, Istenem! De jó, ezzel ennyit szenvedtem, és most megint szét lett szedve. Legalább az én házam még normál, és jó, a gyémánt szettemet mindenféleképpen felveszük, mert úgy tűnik, hogy valami betolakodó van itt, aki hát nem úgy tűnik, hogy túlságosan barátságos lenne, szóval... Legközelebb biztos, hogy el fogjuk kapni a srácot. Biztos jó benne. Na jó, vegyünk ki még ilyeneket, mert ezek még kelleni fognak. Meg ezek is. Hol vagy? Nem látok senkit. Na jó.
Nem érdekel, csináljuk vissza, aztán derítsük ki, hogy ki csinálja. Ezt gyors visszaépítem. És kiderítjük, hogy vajon ki csinálja. Ezt most direkt így fogom hagyni. Jó, okés. Na, kis, figyelj! Gyere! Jó. Maradjunk itt, várjátok, maradjunk itt. És innen nézzük, hogy majd ki fogja szétszedni. Hú, Istenem, na jó! Ki fog derülni szépen, hogy ki az, aki szedi szét a mi falunkat. Na? Valaki? Senki? Aha! Ott van valaki. Aha, igen, megy. Kiégek, és ő szedi szét. Srácok, kiégek, és ő szedi szét az egészet. És még fel is robbantja. Na jó, el kell kapnunk. Gyere, állj meg azonnal! Gyere vissza! Gyere! TNT-zik. Ne! Jaj. Jó, ezt így elviszem, mert még lehet, hogy... Jaj, jönne már! Jó, oké. Gyerünk, kövessük. Istenem, srácok, miért kell valakinek így szétszednie mindent? Úristen, mennyi TNT megint csak. Jó, én ezeket tényleg szétszedem, még nem tudom, még jól jó, hogyha majd fel kell őt robbantani, vagy valami. Merre megy? Arra megy. Állj meg! Állj meg azonnal! Istenem. Hova tűnt? Ott megy, visszamegy a faluba. Jó, el kell kapnunk, srácok. El kell kapnunk, nincs mese. El kell kapnunk, nem, de mi az, hogy itt szedi szét a izénket? Troll falusi. Tényleg teljesen kiégek. Hova tűnt? Nem már. Aj, nem már. Istenem, hova tűnt? Srácok, elvesztettem? Elvesztettem. Istenem! Na jó, nem baj. Jó, akkor be kell megint húznunk őt a csapdába. Oké, melyiket újítsuk fel? Ezt újítsuk fel, ez könnyű. Jó, ezt gyors újítsuk. Ja, nem könnyű, na mindegy. Jó, ezt gyors felújítjuk. És akkor megpróbáljuk megint visszacsalogatni. És hát, ja, el kell kapnunk végre! Nem szabad, hogy lerázzon minket. Nagyon-nagyon nem szabad, mert izé. Muszáj elkapnunk, hogy normálisan be tudjuk fejezni a házakat. Mert ja, meg kell csinálni a falusiaknak, mielőtt este lesz és jönnek a mobok. Na jó, gyerek is. Bújjunk el így ez a ház mögé. És várjuk meg. Gyerek is! Nehogy észre legyen. Gyere! Jó, oké. Na! Jó, gyerünk. Várjuk meg, amíg ide jön. Aha. Látom is a srácot. Na jó van, el fogjuk kapni. Gyerünk, menjünk rá, nem érdekel, nem fogjuk megvárni. Gyere ide! Azonnal gyere ide! Állj meg! Mi az a sok izé? Ne! Jaj. Mi van ebbe? Jó, hogy ilyeneket raktál bele, gratulálok, na. Állj meg, gyere vissza, állj meg! Istenem, állj már meg! Halló! Állj már meg, beszéljük meg normálisan, vagy valami! És teszed szét a falunkat! Istenem! El kell kapnunk, srácok! Istenem! Nem! Kisgyere honnan! Majdnem meghalt kis. Gyere, kapsz kaját. Merre ment? Arra megy! Gyerünk, kapjuk el! Istenem! Hol vagy kis? Kapsz még egyet. Jó? Gyerünk! Gyerünk! Na mi az? Jaj, mennyi TNT! Jaj! Jó, mindegy, azt hagyagoljuk. Jaj, nem akarok a TNT közébe menni, mert félek, hogy kis meghal. És azért, ja, azt inkább úgy nem. Állj már meg! Ne! Istenem, na jó, gyerek is, ne. Jó, gyerünk, kövessük tovább. Merre mész? Ott egy chest. Na jó, várjatok. Próbálj meg elrejtőzni. Oda bemegy, srácok. Bement abba a barlangba, és ott egy láda. Na jó, nézzük meg ezt a ládát. Mi ez? Végtelen gyémánt. De ebben semmi nincsen. Most ez komoly, most ez egy trollkodás lett volna? Istenem. Na jó, gyere vissza! Na ide figyelj, bezárjuk. Ide figyelj! Neked is van egy kutyád? Ja, nem ez kis. Kis! Ne gyere már be! Direkt nem akartlak ide behozni, na mindegy. Na, ide figyelj, te trollfalusi! Figyelj ide! Miért kell szétszedned a mi falunkat? Mesélj! Miért kell szétszedned a falunkat? Mik vannak itt? Ó, gyémáncet. Ó, TNT, kösz. Ó, ezt elrakom. Na, válaszolj! Haha! Na, válaszolj nekem, hogy miért kell szétszedned a falunkat, ha? Gyerünk szépen, normálisan válaszolj. Nem kell itt izélni. Mert tök jó móka. Na, ennek örülök, hogy tök jó móka. Tényleg rettentően nagyon örök. Várj egy picit itt meg, jó? Várj egy picit, jó? Egy kicsikét várjál. Gyerek is. Várjál már, na! Maradj itt, nyugi van, na, nyugi. Nem kell félni, na. Ide figyelj. Nem akarok tényleg semmi rosszat.
Én csak egyszerűen így, tényleg így, hogyha már így te is elkezdted a dolgokat. Haha, haha, ennyit ér a bázisod, na mi az? Na ilyenkor milyen érzés? Ne, hát de, hát nagyon is de, te kezdted az egészet, te kezdted az egészet, hát most pórul jártál. Haha, haha, jaj Istenem. Jaj, jaj kis bocsi. Milyen jogon szedett szét a bázisomat, és te milyen jogon szedett szét a falunkat, ha? Hát most komolyan, még te hivatkozol nekem itt a jogokra? Te meg szétszedted az egész izénket. Na jó, ebből PvP lesz, van egy olyan érzésem, szóval. Mert nekem vicces, hát nekem nem vicces. Jaj, kis. Ne bász már szegény kutyámat, hallod? Kiégek rajtad, na jó. Várj egy picikét. Na, ide figyelj. Mindjárt kezdhetjük a PvP, csak előtte kis bezárom. Jó, Istenem. Mennyire utálom az ilyen karaktereket, hogy milyen jogon szedett szét a bázisomat. Hát ő meg milyen jogon szedi szét a izénket, és ilyet szó, hogy vicces. Hát tényleg kiégek rajta. Na jó van. A kutyát is felrobbantom, hát nagyon-nagyon elhitted. Na gyere szépen, pépizzük le. Ja Istenem srácok, hogy mindig ilyen kis gonosz izéket kapunk. Kis gonosz mitugrászokat. Nem érdekel, most szét fogjuk pépizni a srácot. Jaj, és van egy olyan érzésem, hogy ez lesz az egyik leggyorsabb PvP-nk. Mert hát egy ilyen kis troll falus itt most, hát tényleg. Most ugye a srác szerintem nem tud nagyon sokat PvP-zni. Eléggé bénának tűnik már egy alapból. Na gyerünk! Ha, hát nagyon vicces vagy, tényleg. Szét leszel PvP-zve. Nagyon szép próbálkozás volt. Gratulálok, hogy te csak TNT-zni tudsz! Csak kis nem, hogy felrobbantsam úgy tényleg, mert ja. Nem kéne, hogy kirobbantsam onnan a bázisából, hogyha már így bezártam. Hagyjad már békén! Nem! Nem! Nem, gyere szépen ellenem, hogyha ennyire nagy a szád. Hogyha ennyire nagy a szád, akkor ellenem is merned kell PvP-zni. Nem csak a gyengébeket kell bántani. Na, vegyünk be egy kis OP-t. Jó, na gyerünk, véged, ne fenyegetőzzél, mert amúgy te kezdted abba az egész balhét. Én csak újra akartam építeni a falumat normálisan. Erre jött engem folyton ide szivatgatni. Tehát, hogy te kezdted el abba az egészet, és még te akarsz nekem itt balhét meg mindent. Na Istenem, annyira nagyon béna vagy, hallod. Nagyon-nagyon béna vagy, csak szólok. Nagyon-nagyon béna! Oh! Jaj. Jól van, nagyon elhitted, jó, üssük le ebbe a izébe. Na gyere, pépizzünk itt lent a gödörbe! Jó, ennyi volt a... Jaj, Istenem, megint megy a kutyámhoz, hát kiégek. Gyere vissza! Jó, üssük le a gödörbe, amúgy srácok, hogyha ti nekem szurkoltok, akkor dobjatok egy lájkot. Hogyha utáltok engem, akkor még nyugodtan diszlájkoljatok. Köszönöm szépen. Na! Jaj. Üssük már szét, meddig kell őt PvP-zni? Istenem, megint bevett egy OP-almát. Meddig kell teget PvP-zni? Már nagyon-nagyon unlak! Meghaltnál! Végre! Na gyerünk! Trollfalusi, add fel! Úgyis meghalsz, úgyis véged, te halsz meg. Nem, én nem fogok meghalni, te fogsz meghalni, így is te állsz rosszabbul. Már nem azért mondom, sőt le is kapott a fejesed. Ennyit ért a izéd vagy a kutyád? Hát, az biztos, hogy nem, nagyon-nagyon elhitted. Jaj, Istenem. Haj már meg! Meddig kell téged ütni? Jaj, Istenem, na jó, megint megyek a kutyámhoz, hát tényleg kiégek. Jaj, Istenem, abba hagydád? Nem fogod elizélni a kutyámat. Hagyd már békén szegényt. Jaj, Istenem, ne! Istenem, ez közel volt. Na, hagyd már békén a kutyámat, de tényleg? Nem hiszem el, na jó, pépizzük szét, nem érdekel, meg akarja ölni a kutyámat. Én biztos, hogy ezek után megölöm. Hát nagyon-nagyon kész vagyok ettől a sráctól. Jaj, Istenem. Nagyon-nagyon fáj amúgy már az ujjam. Nem bírom már ütni szinte. Hajd már meg! Na gyerünk! Gyerünk! Add fel! Add már fel! Megint még mindig próbál TNT-zni meg minden. Hát gratulálok Trollfalusi, nagyon-nagyon szép munka. Jaj, Istenem. Megállnál? Állj már meg! Ne menekülj már! Hova mész? Állj már meg végre! Tényleg kiégek, na végre! Istenem, itt menekül 20 perce! Srácok, nagyon van, menjünk vissza gyors kishez, és köszönjünk el. Hát ez a falusi, ez nagyon-nagyon kirédzseltetett engem. Tehát, hogy, Istenem, PvP-ztem ellene, vagy nem tudom, 5-6 percen keresztül. Hát ez most tényleg nagyon félleges, tehát. Jaj, na gyerek is. Na jó van, gyerek is szépen, és srácok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok velem ebben a videóban, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsetek el megnézni a másik meg a harmadik csatornámat is, ami ott van a leírásban, vagyis az első meg a harmadikat most pillanatilag. Na mindegy, és ja, találkozunk legközelebb, és még egyszer kösz szépen, hogy itt voltatok, és legyen jó, sulitok meg minden. Sziasztok!